A portréfotókat osztja ki Sárközi Anikó a Hansági Múzeum táborában. Július első hetében ismét a nagy sikernek örvendő alkotótáborba várták a gyerekeket a Csellei Házban. Az idei évben a játék témaköre került a középpontba. Alkalmazkodni kellett a különböző korosztályhoz, tehát nagyon vegyes, igazából vannak 7 évesek is, meg vannak akik már középiskolások, és mégis már évek óta visszajárok, és igyekeztem úgy kitalálni a feladatokat, hogy mindenkinek izgalmas legyen. Valamennyire ugye szabad kezet is kapnak, főleg a nagyok, tehát szeretem, hogyha a saját ötleteiket is beleviszik, tehát inkább ilyen ihletadó vagy segítségadás az, amit én kitalálok, és akkor annyi a lényeg, hogy dolgozzanak kitartóan és kreatívan és bátran. Idén 18 gyerek jelentkezett a táborba, akik lelkesen alkottak. Volt, aki először ceruzával rajzolta körbe a fotót, mások a színes, festett alapokat készítették el először, de a bátrabbak rögtön filctollat ragadtak a portrék készítéséhez. Először vagyok a táborban. Hogy tetszik a tábor, éppen mi készül? Hát egy portrét készít mindenki saját magáról, és nagyon-nagyon tetszik a tábor. Hétfőn csináltunk csendéletet, kedden tájképet, és nekem a tájkép volt a kedvencem. Még nem voltam, de nagyon tetszik, és egy portrét csinálunk. Mi volt a kedvenc feladatod eddig? Hát a tájkép. Miket csináltatok még a táborban? Hát sok mindent játszottunk, batikoltunk. Mindenki nagyon élvezi a programokat. Délutánunként kézműves foglalkozásokat tartanak, pénteken pedig egy kiállítással zárul a tábor.